A mérkőzést a TSC kezdte jobban, az első negyed órában több helyzetet is kidolgoztak, azonban a hazaiak védelme állta a sarat. Az első félidőben többször veszélyeztetett a topolyai gárda, de gól nem esett egyik helyzetből sem, így a csapatok 0-0-ás állással vonultak pihenőre. A második játékrészben ismét a TSC kezdett jobban. A csapat számos ajtóablak helyzetet alakított ki, de gól egyikből sem született. A meccs utolsó harmadában a Spartacus vette át az irányítást, és próbálta kihasználni a bizonytalankodó topolyai védelmet. Ennek meg is lett az eredménye. A 79. percben a hazaiak jutottak előnyhöz, azonban Les miatt a gólt érvénytelenítették. Az utolsó 10 percben mindkét csapat alakított ki helyzetet, de gólt nem sikerült szerezni. Így maradt a 0-0-ás végeredmény, ami érdekes tény, hiszen mindkét csapat sok gólos meccseket tud a háta mögött ebben a szezonban. To je jedna čudna situacija za nas u ovoj sezoni, da u svakoj utakmici do sad smo i davali, primali golove i to puno. Ali bilo je stvarno mnogo šansi sa jedne i s druge strane. Generalno jako dobra utakmica, publika je bila dosta uključena u nju. Bocskai Bertalan, a TSC magyarországi légiósa először kapott kezdőként helyet a csapatban. A fiatal középpályás a saját és a csapata játékával elégedett, azonban teljesen elégedett csak a győzelem mellett volna. Nagyon örültem neki, amikor megtudtam, hogy a kezdőben vagyok, a kezdőben neveztek. Nyilván meg akartam mutatni, hogy mit tudok, illetve hogy mire vagyok képes a pályán. Szerintem mindent beleadtunk, beleadtam, mint az egész csapat, mint egyénileg. Nyilván jobban örültem volna, ha 3 ponttal tudunk távozni. A bajnokságban a Spartacus 12 ponttal az 5., míg a TSC 17 ponttal a 2. helyen áll.